Jól kezdte a meccset a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye, a 12. percben egy szöglet után Horváth Zoltán szerzett szépségdíjas találatot. Nem kellett sokáig várni a második kisvárdai gólra sem, a 19. percben egy jobboldali beadást követően Ilics fejelt a budafoki kapuba. Uralta a játékot a házigazda, és a szünet után nem sokkal jött az újabb gól, Melnyik lövése vágódott a kapu jobb oldalába. Három gólos előnye tudatában kissé visszavett a tempóból a Várda, és a 67. percben szépítettek a vendégek, Zöldesi védése után Pölöskei passzolt a kapuba. A 85. percben ismét három volt közte, a csereként beálló Olá Gergő vette be Szabó kapuját. A hosszabbításban Csizmadia egy távoli szabadrugásból még kozmetikázott az eredményen, de a hazaiak győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Szerintem egy jó mérkőzés volt, ugye 6 gól esett, közönség jól szórakozhatott. Az egy kicsit bosszant, hogy két ilyen gólt sikerült kapnunk, ugye, amelyik egy bedobás után, egy lövésből kipattanó labdát nem tudtuk lekontrollálni, valamint ezt a második gólt, ez 100-110 méterről kicsit eltúzom, de hát ez nagyon messze volt, tehát ilyen gólt azért, na. De összességében azt mondom, hogy elégedett lehetek a csapattal. Másik fél idő közepe tájékán egy kis fáradtság látszott néhány játékosnál, tehát itt a több hosszú út azért benne volt a játékosok lábába. Viszont ugye 3-1 után sikerült negyedik gólt lőnünk, és ez eldöntötte a mérkőzést. A vendégek edzője szerint annyi hibával, amennyit a budafoki védelem elkövetett, csak elveszíteni lehetett a mérkőzést. Sok gól volt, elég jó mérkőzés volt, szép gólokat lőtt mind a két csapat. Persze jobb eredményben számítottam, szerettünk volna meglepetést okozni. Sajnos, amíg ilyen védelmi hibákat követünk el sorozatban, ki nem kényszerített hibákból kapunk gólokat, addig sajnos esélytelenkünk arra, hogy egy nagyobb, erősebb csapat otthonában bravúr pontokat vagy pontot szerezzünk. Gratulálok a Várdának, gratulálok az Elemérnek, nagyon játszottak. Saját játékosoknak is valamilyen szinten gratulálnom kell, mert mentek, hajtottak az utolsó percig, nem adták fel a mérkőzést, és mindig törekedtek, hogy még gólt lőjünk, még jobb eredményt érjük el. De mondom, sok a hátul, sok a ki nem kényszerített hiba, és ez mindig megbosszulja magát. A forduló további eredményei a következők: Cegléd Békéscseva 0-2, Sopron Soroksár 0-1, Mosonmagyaróvár Dorog 2-1, Grosics Akadémia Gyirmót 0-0, Zalaegerszeg Budaörs 1-2, Siófok Szolnok 4-0, Csákvárvác 2-1, MTK Budapest Kazincbarcika 4-1 és Győr Nyíregyháza Spartakusz 1-0. A tabella élén az MTK áll 71 ponttal, megelőzve a 60 pontos Kisvárdát, amely legközelebb idegenben a Budaörs ellen lép pályára.